Éppen 14 napja indultak be a munkagépek az udvarhelyiek körében, Patkónak nevezett téren, azóta látványos változáson esett át a terep. A megdőlt támfalat lebontották és újra felrakták, jelen pillanatban a kövek közti réseket fugázzák ki, közben pedig zajlik a felület előkészítése, hogy a hamarosan sorra kerülő térkövezés is elkezdődhessen. Megtudtuk, a burkolólapokat a tökéletes kivitelezés érdekében szakcég fogja elhelyezni, a mutatósabb látvány érdekében háromszintű térkövet fektetnek le. Az útról fölszedett, gránitból pattintott kockaköveket visszahelyezik, újak csak a patkó belsejébe kerülnek. Az udvarhelyiek szerint ráfér a térre a felújítás. Már a tavaly is volt szó róla, hallottam, hogy tavaly is akarták, csak a nyírő temetés miatt elmaradt. Most már időszerű volt tényleg, mert... Csak nekem az a meglátásom, hogy ha egy mód van, ne csináljanak ide parkirozót. Tudom, hogy szűk a hely, de itt azért elég veszélyes a gyermekeknek. Hát az a bizonyos patkó már idejét múlta, és valami más kell csinálni belőle. Tehát én gondolom, hogy nagyon okos dologgal fognak foglalkozni. Mit gondol, fontos volt felújítani? Hát nem akarok beleszólni, mert nem vagyok a város lakója. Nem tudom, hogy a városnak mi a fontos, mi nem. Székelyudvarhely történelmi központjának, az egykori felső vásártérnek a rendbetétele több mint 400 ezer lejbe kerül, az összegben a tér újra burkolása, a támfal megerősítése és további szépítési munkák szerepelnek. A teret körülvevő oktatási intézmények a Backamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium és a Tamás Járon Gimnázium bentlakása előtti zöldövezeteket, ugyanakkor a Márton Áron szobrot is jobban bekapcsolnák a tér látványába, vagyis a mostani kerítést eltávolítják, így tágasabb lesz a Márton Áron tér. A munkálatok kezdetekor Bunta Levente polgármester hangsúlyozta, a változás jelentős lesz, de a hely történelmi jellege megmarad. A modernizálás ideje alatt, azaz várhatóan még 2 hétig, forgalomkorlátozás van érvényben a helyszínen, így ezen a szakaszon csak gyalogosan lehet eljutni a közelben található iskolákhoz, és a Rózsa utca irányába sincs autós átjárás.